Szeretettel köszöntöm nézőinket a Hétpont TV hitéleti műsorában a Kikötőben. 20 éves jubileumot ünnepel hamarosan a Békés Csabai Újforrás Baptista Gyülekezet. Ennek kapcsán beszélgetek Kriszán Zoltán lelkipásztorral tegezőleg. Szervusz, köszöntölek a stúdióban. Szervusz, én is köszöntöm a kedves nézőket is. Hát 20 év. Sok idő, és egyben mégsem annyira sok idő, de egy gyülekezet életében azért mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ez egy, ez egy hosszú idő. És hát egy augusztusról beszélünk tulajdonképpen, amikor elindult a, a ti gyülekezetetek, amin már túl vagyunk, de maga az, az Isten tisztelet, az a megünneplése, megemlékezés erről a húsz évről, az még majd előttünk van, ha jól tudom. Igen, hát. 20 évvel ezelőtt, augusztusi hónapban jött össze 11 néhány ember, még akkor nem azzal a szándékkal, hogy gyülekezetté szeretnénk válni, egy kicsit együtt imádkozni, egy kicsit együtt megélni azt a szeretett közösséget, amiben talán már hosszú ideje nem volt részünk, és úgy indult ez a, ez a kis találkozás, hogy egy ilyen, egy ilyen alkalomról lesz szó, és aztán 19-en jöttünk össze akkor azon, a, azon az alkalmon, és a 19 fő között volt valaki, aki akkoriban egy iskolát üzemeltetett, és fölajánlották azt, hogy ebben az iskolában lehetőségünk lenne rendszeresebben is összejönni. Nagyon megörültünk ennek a lehetőségnek, és hát tulajdonképpen. Minden kötöttség nélkül mi imádkozni és, és tényleg egymást a szó legnemesebb értelmében szeretni jöttünk össze ezeken az alkalmakon. Így indultunk. És aztán nyilván majd erre is kitérünk a, a továbbiakban. Hosszú-hosszú időnek tel, kellett eltelnie ahhoz, hogy hogy végül is aztán ott legyünk, ahol ma vagyunk. Ugye egy szeretett közösséget említettél. Szükségszerűen megkülönbözteted a szeretet közösséget a gyülekezet fogalmától? Ö, jó esetben ez a kettő együtt jár. És ö, én úgy gondolom, hogy ö, ha egy gyülekezetben, ahová az ember belép, ö, és, a, és az első érzés, amivel szembesül, nem a szeretet, akkor, akkor ott baj van. És mi eleinte ezt nem is tudatosan, hanem, hanem tulajdonképpen mi azt éreztük, hogy egy kicsit így ösztönösen tesszük, amit teszünk. És azért egy húsz év távlatában egészen másként látjuk ezeket a, ezeket a történéseket, hiszen, hiszen láthatjuk és érezhetjük azt, hogy tulajdonképpen ez az Isten vezetése volt egyénenként életünkben is. Ugye arról beszéltünk itt még a műsor előtt, hogy nyilván gyülekezeti háttérrel rendelkeztetek már akkor is, amikor végül is az a döntés született meg, hogy egy másik közösségben, egy új közösséget létrehozva gyakoroljátok a ti hiteteket. De az, hogy konkrétan gyülekezetté váljatok, nyilván ott el kellett azért némi időnek telnie, és hát ez, ez, egy formálódó szakasz, azt hiszem ez minden gyülekezet esetében így van. De az az igény, hogy, hogy részt vegyetek akár a, a, városnak az életében, ahol vagytok, ez, ez hogy látod, hogyan alakul, tehát milyen gyümölcsöket látsz, érzékelsz? Ö, amikor elindultunk a gyülekezetté válás útján, illetve már tudatosan szerettünk volna gyülekezetté válni, Akkoriban olyan lehetőségeink voltak, akár a város felé való megnyilvánulásokat tekintve is, hogy éjszakai focit szerveztünk például a Madács utcai általános iskolába minden második csütörtökön. És az akkori város vezetést, ezt, vezetés ezt nagyon jó néven vette, és nagyon örültek annak, hogy az a, akkoriban közel száz fiatal, tehát volt olyan alkalmunk is, amikor közel száz fiatal jött el egy-egy ilyen alkalomra ez a száz fiatal ez nem azzal tölti az idejét, hogy éjszaka csavarok, hanem, hanem egyrészt a sportolás mellett egy olyan biztos közösségi teret is tudtunk nekik nyújtani, ahol nem elkallódtak, hanem a szülők nagyon jól tudták, hogy hol vannak. Beszélgetünk majd arról, hogy azért az elmúlt év, két évtizedben mi minden köthet, vagy kötődött, kötődik a, ténevedekhez, de ha már név, akkor ugye mindig fontos, hogy egy közösség milyen nével illeti magát, vagy milyen nevet szerette ugye magának tudni. Azt, azt a hívő ember tudja, hogy amikor megtér, vagy mondjuk így hazatér, akkor egy, egy új nevet is kap ezzel. És hát ez a név, hogy új forrás azért beszédes. Mit jelent számodra a ti nevetek. Ha. Ez az ez a, ez a új kifejezés, ez, ez egy kicsit talán csalóka lehet, és. Talán furcsa ebben a, ebben a nézetben ez a, ez a kijelentés, de furcsa lehet. Tehát új forrás az azt jelenti, hogy, hogy mi olyan háttérből jövünk, ahol, ahol szeretett, hiányos közösségről beszélhettünk. Na most ez az új forrás, ez szerintem, illetve a, az elmúlt évek tapasztalásai szerint arról szól, hogy ez tulajdonképpen a régi dolgokhoz való visszatérést jelenti. Olyan értékeket akarunk, nem jó szó erre az, hogy meghonosítani, de megélni a gyülekezetben, amelyekre egyébként az Úr Jézus is tanít bennünket, és ennek az elsődleges összetevője az a szeretet. És ha már új forrásról beszélünk, akkor talán a szeretetnek egy újfajta megvilágításáról szeretnék majd egy néhány szót is ejteni, amit nagyon sok hívő ember egy kicsit félve próbál meg a sajátjaként kezelni. Beszéljünk akkor most erről. E, igen, a Bibliában van egy olyan Jézusi kijelentés, hogy, aki, hogy, hogy a, az igazi barát az az, aki az életét adja a barátaiért. És Jézus mondja maga, hogy én a ti barátotok vagyok. Most e, általában azért az emberi szóhasználatban az, hogy valaki valakinek a barátja, az bizonyos szinteket takarhat. Tehát lehet haver, lehet egy, egy, egy olyan jó barát, akivel időközönként jól el vagyunk, és lehet egy olyan igazi barát, akivel olyan titkokat is megosztunk, amiket esetleg másokkal nem. Na most Jézusnak ez a kijelentése úgy szerintem nagyon sok hívő ember füle mellett úgy elsuhan, és nem nagyon érzi át azt a fajta barátságos közeledést, amit Jézus megpróbált az övéi felé közvetíteni. Elmondta, illetve Jézus is még az ő halála előtt beszélt arról, hogy ő az életét fogja adni a barátaiért. Nem haverkodni, nem, nem időközönkénti jó időket eltölteni szeretnénk a gyülekezetben, hanem nekem tudatos elképzelésem, illetve tudatos, a szolgálataimban tudatosan megjelenik az, hogy a gyülekezeten belül nem csak gyülekezeti tagok vannak, nem csak testvérek vannak, hanem, hanem barátok is. Ami azt jelenti, hogy a hétköznapokban is azért keressük egymás, az egymással való kapcsolódási lehetőséget, és tényleg úgy tudjunk tekinteni egymás életére, hogy barátként is jelen vagyunk a közösségben. Ezt egyébként mi máshol láttuk, majd talán arról is lesz szó, hogy, hogy hol láttuk ezt a példát, meg gyülekezetnél láttuk ezt a példát, és, és amikor ezzel, ezzel úgy én újként, új, új érzésként, új találkozásként szembesültem, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy, ez egy, olyan irányvonala lehet a gyülekezetnek, ami talán meg tudja különböztetni a többi gyülekezettől. Nem ez volt a cél, de, de bennünket úgy tartanak nyilván így a, így a körzetünkben, a, a, a kerületünkben, hogy, hogy olyan, olyan, olyan másabb gyülekezet vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez is benne lehet. Ezt egy kicsit nem jó szóra, de kaján mosolyjal mondod, a jó értelembe véve, hogy egy kicsit másként tartanak titeket számon. Azért is mosogok ezen én is, mert hogy, ahogy elmondtad, hogy azokhoz a régi alapokhoz szerettetek volna visszatérni, és itt nekem az a sejtésem, hogy arra gondoltál, hogy az új szövetségnek azoknak a első gyülekezeteinek a gyakorlatához, és hát az új szövetségnek tulajdonképpen a másik legnagyobb, vagy legjelentősebb része éppen az, éppen az ahogyan az apostolok az első gyülekezeteket plántálták, és hogy ott milyen szeretett közösségek voltak, és talán az ehhez való visszatérés az, amelyen, Mondhatjuk így, hogy minden gyülekezetnek munkálkodnia kell, de akkor beszéljünk most arról, hogy konkrétan hol láttad azt, hol láttátok azt a példát, amit végül is, ha szabad így mondani, meg akartatok honosítani nálatok is. Igen, igen. 2011-ben a gyülekezetünk már formálódó közösségként úgy gondolta, hogy szükség volna egy olyan lelkipásztori irányításra, egy olyan lelkipásztori összefogásra, ilyen gyülekezet tekintetében, ami, amit, amit valakire, mint lelkipásztorra rá tudnánk testálni. A gyülekezetünk akkori vezetőjének volt egy nagyon jó barátja, akit úgy hívtak, hogy Steiner József. Ő Baptista Berkekben, de nem csak Baptista Berkekben, de sok helyen ő, ő egy elég ismert, Lelkipásztor, tanár, és, és, és sorolhatnánk a, a titulusait. Akkor ő Debrecenben a Trinity gyülekezetben volt lelkipásztor, és amikor felkértük őt arra, hogy pásztoroljon bennünket, akkor egy nagyon érdekes gondolatot hozott a gyülekezet elé. Azt mondta, hogy minden második héten el tud járni hozzánk szolgálni, és Pásztorolni ugyan nem tudja a, a, a gyülekezetet a szó pásztorlási konkrét értelmében, de a gyülekezetnek tud egy irányt mutatni. Meg tudja mutatni azt, hogy egy gyülekezet hogyan lehet eredményes, és mit kell tennie, mit lehet tennie annak érdekében, hogy ez egy, ez egy bonzó közösség legyen, elsősorban azok felé, akik még akár soha nem találkoztak az Úr Jézussal és tulajdonképpen a Debreceni Trinity gyülekezetnek a, 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 felépítését, a gyülekezeti életét, az emberek egymáshoz való viszonyát látva, eh, láttuk meg azt, hogy, hogy azért a gyülekezeti lét annál többet jelent, mint amennyit eddig mi gondoltunk róla. És eh, mi nagyon sokszor vagyunk együtt a, a gyülekezettel, nem gyülekezeti, istentiszteleti formában, hanem, hanem egy kötetlenebb formában, amikor nagyon sok időt adunk az embereknek arra, hogy ismerkedjenek egymással. Ismerjük meg egymást, és ha megismerjük egymást, akkor tudunk barátkozni. És ha már barátok vagyunk, és a közösség és a Krisztus szeretete is összet fog bennünket, összetart bennünket, akkor egy még, még erősebb kötődéssel tudunk a, az Isten felé szolgálni. Nyilván ez létszámtól is függ, hogy ez a gyakorlatban hogyan tud kinézni. Nem az, nem úgy értem, hogy nagyobb létszámnál nem működik, hanem ott másként működik. Nálatok most hány főről beszélhetünk, mint gyülekezet? Egy néhány héttel ezelőtt volt bemerítés a gyülekezetünkbe, ahol négyen vallották meg a hitüket a, a gyülekezet előtt, és négyen, négyen merítkeztek be. Most jelenleg a, a hivatalos tag létszám az 55 fő. De hála az Úrnak vannak olyanok is, akik nem a gyülekezet tagjaiként, hanem barátkozóként látogatják az Isten alkalmainkat. Vannak rendszeres látogatóink, vannak olyanok is, akik, akiket valaki küldött oda hozzánk, hogy, hogy ha már itt jár, akkor jöjjenek el hozzánk. Ilyenekből nagyon sok van, és nagyon örülünk nekik hogy messze földön is, ezt most szeretném egy picit idézőjelbe tenni, híre van annak, hogy a gyülekezetünk hogyan és miként munkálkodik. 55 a hivatalos létszám, de de például elmondhatom azt is, hogy volt olyan vasárnapi iskolai gyermekösszejövetelünk, ahol 28 gyermek volt. Tehát ez az 55 tagsági létszám, ez azért azt jelenti, hogy vannak még gyerekek, akik ebben nem tartoznak bele, vannak barátkozók, úgyhogy hát egy olyan 70-80 esetleg esetenként 100 emberrel van, van lehet olyan kapcsolatunk, ami, ami az, amiről azt mondhatjuk, hogy egyfajta kötődés egy gyülekezethez. És hát fontos az a kérdés is, hogy hol találhat meg benneteket az, aki esetleg el akarna látogatni. Igen, hát az az igazság, hogy mi folyamatosan keressük a helyünket, de január 1-e óta a Berényút 25 szám alatt a Pünkösdi testvéreknek az a ima termébe szoktunk összejönni új laki marci barátommal együtt egy fedél alatt, de mégis két külön gyülekezetet vezetünk. Nagyon örülünk ennek a, ennek az együttmunkálkodásnak, van átjárás, kisebb fajta, nagyobb fajta átjárás a két gyülekezet között. Szoktunk közös alkalmakat tartani, és hát nyilván tervben vannak még a, a továbbiakban is ilyen alkalmak. Úgyhogy Egyelőre a Berényi 25 szám alatt hiszük azt, hogy ez egy hosszú és gyümölcsöző kapcsolat lesz. <laughs> és tekintsünk akkor egy kicsit előre, novemberben lesz majd az az eseményetek, alkalmatok, amikor is ezt a 20 évet összefoglalandó egy Isten tisztelettel, hálaadással gyűltök majd, vagy hálaadással gyűltök majd össze. Látod-e már esetleg, vagy van-e konkrét terv, hogy hogyan fog kinézni ezen a nap? rengeteg féle tervünk van, és nagyon sok mindent szeretnénk megmutatni magunkból, és természetesen nem háttérbe szorítva azt, hogy tulajdonképpen ez egy hálaadó Isten tisztelet lenne. Amit mi szeretnénk előtérbe helyezni, az elsősorban az Isten munkája. És az, hogy nagyon nagy hála van a mi szívünkben az elmúlt húsz évért, azért, hogy Isten nem elsorvasztotta ezt a kis közösséget, hanem hiszem azt, hogy hogy ma is élő és, és, és növekvő gyülekezetként lehetünk jelen a város életében. Ha már konkrétumokat kérdeztél, az igei szolgálatra Steiner József testvérünket fogjuk megkérni, vagy szeretnénk megkérni. Nagyon sokat járja a külföldet, a külföldbe különböző isztán országoktól kezdve az arab országokig, de Amerikát is ide sorolhatnánk, vannak az elfoglaltságai, és úgy kellett az időpontot is megtalálnunk, hogy ez neki is olyan legyen, amihez tud alkalmazkodni, és ezért a november 12-nél maradtunk. Elsősorban hozzáigazodva, hiszen én hiszem azt, hogy az ő szolgálatának nem kis része van abban, hogy a gyülekezetünk ma azzá válhatott, amivel, amivel Isten szerette volna megalkotni, elképzelni. Úgy itt most a hálaadás került a középpontba, és hát mindig érdekes kérdés az, hogy egy-egy vasárnapi alkalom Isten tisztelet, klasszikus értelembe vett Isten tisztelet alatt a lelkipásztor aj, akit milyen szavak hagyják el, és éppen mi az az ige, ami az ő szívére van bízva. Úgyhogy, ha megengedsz még egy ilyen záró, személyesebb kérdés, hogy mi az az ige, vagy ige szakasz, vagy, vagy történet, vagy üzenet, ami most téged nagyon foglalkoztat. Hú, nagyon sok van. Az Isten igéje egy, egy kifogyhatatlan tárház, és Salamonnak van egy imádsága, amikor a templomot felszentelik, és tulajdonképpen Salamon templom szemtelő imádságáról vannak bennem gondolatok, amelyek arról szólnak, hogy amikor Salamon szembesül, meglátja azt, hogy, hogy milyen csodálatos templom épültetett fel, akkor megfogalmazódik a szívében a hála, és a hálával egyetemben ott van a kérés is, hogy Uram ad, hogy aki ebben a hajlékba beteszi a lábát, az elsősorban vele találkozzon, te légy az, aki elkíséredőt az útján, és, és tulajdonképpen burkoltan, de az van megfogalmazva ebben az imádságban, hogy aki megfordul ott abban a templomban, és most hagyd legyek egy picit személyesebb a mi közösségünkben, az hadd tudjon találkozni az élő Istennel. Hadd tudjon olyan erővé válni az életében, amelyhez bármikor visszanyúlhat. És azt mondhatja, hogy, hogy ott, akkor, abban a pillanatban, abban a találkozásban az Isten valami különös módon szólított meg engem, fordult felém. És én, és én úgy gondolom, hogy ha a gyülekezet betölti, illetve ez az alkalom is, de, de a gyülekezetnek a léte betölti ezt a, ezt a, hivatását, akkor az Isten kezében egy áldott eszköz lehet arra, hogy, hogy minél magasabbra emeljük az ő nevét. Hát azt hiszem, ezt igazából minden gyülekezet és minden lelkipásztor egyfajta arszpoétikaként megfogalmazhatja magának. Hát először is áldott készülést, készülődést kívánunk nektek november 12-ére, és köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk még. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a kikötőt látták és hallották, köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebb három hét múlva találkozunk, addig is kövessenek bennünket televíziós, online és nyomtatott platformjainkon. Viszontlátásra!